Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit a mai előadás sorozaton. Én Siklósi Tamás vagyok, és a Paksi atomerőmű egyes külső eseményeiből származó veszélyeztetettségének elemzéséről szeretnék beszélni. Elég hosszú a cím. Elsősorban, mint ahogy már említésre került, az időjárási hatásokkal szembeni erőművi tartalékoknak az elemzése még folyamatban van. Hát itt elsősorban az időjárási hatásokból származó veszélyeztetettségről szeretnék beszélni az elkövetkezendőkben. Az ábrát Elter Jóskától loptam, illetve talán lehet mondani, hogy terjednek ezek a dolgok, de minden esetre a köszönet az Jóskát illeti. Nagyon röviden a külső veszélyek elemzésének a fontossága napjainkban honnan is adódik. Talán elsőként emelném ki a 2011-es nukleáris eseményeket. Hát itt a sajnálatos fukushimai balesetről rengeteg szó esett, ott a földrengésre cunami voltak a balesetnek az iniciátorai. Ez a nebraszkai erőműnek a fényképe, ahol a Mississippi folyó áradása látható. A North Annai erőműnél egy erős földrengés volt, és azáltal álltak le a blokkok, illetve a Browns Ferry erőműnél pedig tornádó pusztított a környéken. Szerencsére nem történt semmilyen radioaktív kibocsátás, mégis a blokkokat le kellett állítani, és hát mindenképpen nukleáris eseményeknek nevezhetjük ezeket, ami külső eseményekből származtak. Napjainkban egyéb természeti katasztrófák is azt erősítik, hogy a külső veszélyek mennyire fontosak, a célzott biztonsági felülvizsgálatok pedig aztán jó részt erre is lettek kihegyezve. Na most, amiről én szeretnék beszélni, ez a veszélyeztetettség elemzése. Ez a veszélyeztetettség elemzés, ez tulajdonképpen a veszélyforrásoknak, mint mondtam, az időjárási hatásoknak valamifajta jellemzését jelenti, azokat kéne számszerűsíteni valahogy. Ezeket veszélyeztetettségi görbékkel próbáljuk megoldani. Ide írtam, hogy különböző terhelési jellemzőkhöz bekövetkezési valószínűségek, illetve gyakoriságok rendelése, ez lenne a feladat. Itt a terhelési jellemző például a 150 km/h, és ahhoz kéne megmondani azt például, hogy a 2012-es évben a 150 km/h-t milyen valószínűséggel éri el a szélsebesség, de mondjuk azt nem haladja meg. Ezt visszatérési idővel is szokták jellemezni, mondjuk 10.000 évente egyszer várható az, hogy 150 km/h sebesség lesz az erőmű környezetében, illetve gyakorisággal is kifejezhetjük azt 10-4 egy per éves gyakorisággal. Hogy hol is használjuk ezeket a veszélyeztetettség elemzéseket? Hát mi abban a formájában, ahogy ez most itt bemutatva lesz, elsőként a külső események valószínűségi biztonsági elemzésénél dolgoztuk ki, vagy foglalkoztunk vele. A jelenlegi erőművi blokkok tervezési alapjának az ellenőrzésének is lehet egyfajta eszköze. A célzott biztonsági felülvizsgálat részeként az időjárási hatások felülvizsgálatánál is ez egy fontos szerepet játszik, illetve a potenciális új erőművi blokkok tervezési alapjának veszélyeztetettségének meghatározásánál is szerepe lehet. Hadd szóljak néhány szót a külső események valószínűségi biztonsági elemzéséről csak röviden, ahonnan kiindult ez a ilyen konfidencia szintekkel majd hamarosan bemutatott veszélyeztetettség elemzés. A külső események valószínűségi biztonsági elemzésének első lépése az, hogy a külső események körét megpróbáljuk meghatározni. A második az, hogy az eseményeket, ezeket szűrjük minőségi és mennyiségi kritériumok segítségével, és egy elég szűk kört kapunk, ami valóban jelentős kockázati hozzájárulása lehet az erőművi kockázatnak, sérülékenységnek. Ezeket a veszélyeket próbáljuk részletesebben elemezni. Ennek az első lépése a veszélyeztetettség elemzés, ez az, amit most ki szeretnék emelni. Ezután következik az erőművi sérülékenységi elemzés, majd a kockázati jellemzők számszerűsítése. Most itt miért is említettem ezeket? Hát egyrésztről talán azt előzményként még érdemes tudni, amit az Attila is említett, hogy a külső események kapcsán a földrengésre készült valószínűségi biztonsági elemzés, viszont Fukushimát megelőzően is az IBF-ben egy dedikált feladatként szerepelt, hogy ezt ki kell terjeszteni egyéb külső eseményekre is. Az NBS előírja, hogy a valószínűségi biztonsági elemzésnek kezelnie kell a szélsőséges időjárási körülményeket. Illetve hát a CBF-ben is szerepet kaphat ez a külső események valószínűségi biztonsági elemzés. Attilától hallottuk, hogy a földrengéssel szembeni erőművi tartalékokat, tervezésen túli erőművi tartalékokat hogyan segítette a valószínűségi biztonsági elemzés. Hát itt a
földrengésen túli külső eseményeknél is ez hasonlóan várható. Na most a Paksi atomerőmű tekintetében az alábbi természeti külső veszélyforrásokat nem tudtuk kiszűrni. Itt a földrengés említhető, a szélsőséges szélterhelés, a szélsőséges külső hőmérsékletek, itt az extrém meleget és az extrém hideget is értjük, szélsőséges esőzések, szélsőséges havazás, a villámcsapásból származó veszélyforrás vagy veszély az úzmara, és hát igazándiból ez volt az első kör, amiket mi azt gondoltuk, hogy kockázatelemzésnek kell kitenni, ugyanakkor a tornádó, a homokvihar és a szűrő eltömődés is itt a célzott biztonsági felülvizsgálat kapcsán újra fölmerült, illetve a egyes paksi zsűrikben ezek szintén előkerültek. Az emberi eredetű külső veszélyek azok mind egyöntetűen kiszűrésre kerültek. Rátérnék akkor most már tényleg a veszélyeztetettség elemzésére. Itt ugye, mint említettem, veszélyeztetettségi görbék segítségével próbáljuk a különböző külső veszélyeket jellemezni. Ezek erősség-gyakoriság összefüggések lesznek. Az talán elég egyértelmű, hogy egyre kisebb bekövetkezési valószínűséggel egyre nagyobb szélsőségek adódnak. Milyen input adatokat használtunk fel a különböző külső veszélyeknek a jellemzésére? Az OMS-nek, az éghajlati osztályától kaptuk meg a Paks mérőállomáson mért meteorológiai jellemzőket. Ugye próbáltunk a erőmű specifikus adatokat találni. Itt évi maximum és minimum hőmérsékleteket kaptunk, maximális szél, évi maximális széllökéseket, maximális csapadék összegeket, ugye itt több mértékegységet is láthatunk, amiatt, mert ugye nem mindegy az, hogy 10 percig esik nagyon intenzív eső, vagy 20 percig, vagy egy órát, vagy egy napig. Természetesen ezeknek az intenzitása ez mind különböző, rövidebb, illetve hosszabb távon, hogyha vannak, akkor megfelelően kell értékelni a hatásukat. A maximális hóvastagságnál szintén kaptunk adatokat, illetve az uzmara vastagságnál is. Na most, hát itt a veszélyeztetettségi görbe meghatározásának az alapvető problematikája az az, hogy itt olyan esemény valószínűségeket kell nekünk becsülnünk, amit nem lehet megfigyelni, hiszen elég korlátozott a mintánk. Emiatt elég jelentős bizonytalanságok is adódhatnak. A vonatkozó NAU dokumentumokból és klimatológiai alkalmazások alapján az extrém érték elméletet, azon belül is a Gambár eloszlást vettük alapul, hogy ezeket a görbéket valahogyan jellemezzük. Na most az extrém érték elméletről néhány szót próbálnék mondani. Az idősorok extrém értékeinek tanulmányozásánál arra lettek figyelmesek, hogy az extrémumok hasonlóan viselkednek. Mégis milyen területeken lehet ezt használni, vagy ez mit is jelent? Például, hogyha azt szeretnénk eldönteni, hogy elég hosszú egy felszállópálya vagy leszállópálya a repülőtéren a biztonságos landoláshoz. Milyen gyorsan tud egy sprinter futni, hogyha mondjuk egy 100 méteres sprinternek megkaptuk az elmúlt sok évben az évi legjobb eredményeket, akkor mi várható a következő 100 évben, milyen fejlődés? Mennyi a várható maximális életkor, esetleg erre is választ kaphatunk az extrém értékelmélettel, mennyi a szélsőséges hozamok, illetve veszteségek valószínűsége, ez egy pénzügyi aspektusa, illetve hát, hogy most egy kicsit vesébe vágóbb kérdés legyen, milyen magasra kell építeni a fukushimai gátakat, hogy megóvják az erőművet a cunamitól. Ennek is segítségül lehet hívni az extrém értékelméletet. Na most a centrális határeloszlások tételét nem szeretnék nagyon belebonyolódni a matematikájába, de ahhoz hasonlítható ez az elmélet, amin az extrém értékeloszlás is alapul. A centrális határeloszlások tétele azt mondja, hogy nagyszámú, független, azonos eloszlású valószínűségű változók átlagának az eloszlása, az közelítőleg normális, tekintet nélkül az alapeloszlásra. Most az extrém értékeloszlás az nagyon hasonlót jelent, csak nem a változók átlagának, hanem hogy a változók maximumának az eloszlása mondja azt, hogy az extrém érték eloszlások egyikéhez tart közelítőleg. Tehát létezik valamilyen határeloszlás, melyekkel kellően nagy mintaszám esetén már elvileg modellezhető a szélső értékek eloszlása. Nem lettem volna világos, tehát hogy nekünk évi maximumaink vannak, és az évi maximumoknak az eloszlását akarjuk nézni, tehát maximum értékeknek, akkor arra jó az extrém érték eloszlás. Lehet persze minimum is, mint a hőmérséklet minimum is egy ilyen fontos. Na most a tradicionális értelemben az extrém érték elméletben az alábbi három eloszlás típusba sorolhatjuk
a különböző jelenségeket. Ezt aszerint sorolhatjuk be, hogy az alapeloszlásnak a sűrűség függvénye milyen. Nagy x-ekre exponenciális rendben fogy zérushoz, akkor ez a Gamber eloszlás alkalmazható, hogyha polinomiális rendben, akkor a Fresh-é. Illetve, hogyha egy valamilyen felső korláttal rendelkezik az eloszlás, akkor Weibull eloszlással közelíthetjük. Tehát a hagyományos módszer az az volt, hogy volt a mintasor, és az alapján valamit kellett erről mondani, hogy akkor tulajdonképpen melyik eloszlás családba tartozhat ez. Na most azóta egy ilyen egy általános függvénnyel le tudjuk írni a fenti három eloszlás függvényt, ezt az általános extrém érték eloszlás függvénynek, ennek a GEV függvénnyel írhatjuk le. Ennek vannak előnyei és hátrányai is, a GEV eloszlással viszonylag pontosabban kezelhetők a szélső értékek, de nagy visszatérési időkre, ahol, amikről mi beszélünk itt a nukleáris iparban, nagyon nagy bizonytalanságok adódhatnak. Emiatt a Gamber eloszlás, ami csak két változót tartalmaz, az jóval kisebb bizonytalanság. Ugye itt a két paraméter tartalmazhat, itt a B és az A a két paraméter, amit a Gamber eloszlás tartalmaz, itt hát lehetne ez is B és A tulajdonképpen, de itt a mu, a szigma és a xi a három paraméter, amit tartalmaz. Ismétlem, a NAU útmutatók is és a klimatológiai alkalmazások is elfogadottnak tartják számos időjárási hatását, és esetében a Gamber eloszlást. Ennyit a matematikájáról. Milyen számítási lépésekkel juthattunk el a veszélyeztetettségi görbékhez? Az évi maximumokra GEV és Gamber eloszlást is illesztettünk. Különböző módszerekkel a GEV modell jóságát grafikonokon lehet vizuálisan is ellenőrizni. Ezek után hipotézis vizsgálattal megnéztük, hogy a Gamber eloszlás az megfelelő eloszlásnak bizonyul-e, és amennyiben igen, akkor annak örültünk, és ott a 2-től 17-en éves visszatérési időkig az extrémumok értékeit meghatároztuk különböző konfidencia szinteken. Mutatok egy példát, hogy ez talán mit is jelent. Majd a végén a veszélyeztetettségi görbéket föl is rajzoltuk, a Gamber élesztéssel kapott valószínűségi eloszlás függvényeket ábrázoltuk. Itt a GEV eloszlásra van egy R program, ami egy szabad felhasználású program. A Gamber eloszlásra, hogy ilyen konfidencia szinteket is tudjunk számolni, ehhez ilyen manuálisan nekünk is Excel makrók segítségével tudtunk csak eljutni. Itt mutatnék be két példát. Így néz ki egy veszélyeztetettségi görbe. A vízszintes tengelyen ez itt a maximális hóvastagságnak a veszélyeztetettségi görbéje. Visszatérési értékek azok centiméterben láthatók itt, például 100 cm-es, 1 méteres hóvastagság. A függőleges tengelyen a visszatérési idők vannak. Valami olyasmit olvashatunk le innen, hogy 10.000 éves visszatérési, 10.000 évenként mondjuk egyszer fordul elő várhatóan 107 cm-es hó. Na most ez egy kicsit cizelláltabb, hogyha itt látjuk ezeket a konfidencia szinteket is, tehát mondjuk 50%-os magabiztossággal vagy megbízhatósági szinten mondhatjuk azt, hogy 10.000 évenként egyszer fordul elő 107 cm-es hó, de ugyanakkor itt ezt tudjuk 95%-kal is már mondani. Mint látható, annyira azért nem kapunk irreális értékeket teljesen ezzel a Gamber eloszlással, hogyha a GEV-vel számoltunk volna, akkor ott elég nagy értékeket kapnánk a 95%-os megbízhatósági szintre. Széllökéseknél ugyanez, mondjuk, hogy a 150 km/h szélhez tartozik 10.000 éves visszatérési érték is. Itt is, ugye ezt is úgy is mondhatnám, hogy a 2012-es évben a 150 km/h szélsebességet mondjuk 10⁻⁴-es valószínűséggel fogja csak meghaladni a szélsebesség. Kicsit összecsúsztak, lehet, hogy más verziójában csináltam a PowerPointnak. Itt azt szerettem volna kiemelni, hogy várhatóan 10⁻⁴ egyperéves gyakorisághoz, illetve 10⁻⁷ egyperéves gyakorisághoz milyen értékek tartoznak itt a paksi telephelyen. A magas hőmérsékletnél 47 fok az, ami a 10⁻⁴-es, tulajdonképpen ez a tervezési alapja az erőműnek, illetve 56 fok, amíg a valószínűségi biztonsági elemzések elmennek. Ez itt mondjuk a várható értékek, nem is a 95%-os megbízhatósági értékek. Extrém alacsony hőmérsékleten -48 fokot és -71 fokot láthatunk.
szélterhelésre, mondjuk ez a 150 km per órával és mondjuk a 200 km per órás szelekkel egyezik meg. Hóvastagságnál 107 cm, ami az erőmű tervezési alapja lehet, és 175 cm, ami még érdemes elgondolkodni, hogy mi mindent okozhat az erőműben. A csapadékok. Itt a hőmérsékletnél is azért az elég fontos, hogy ezek a napi maximumok, illetve a napi minimumok, tehát ezt mondjuk, hogy csak egy pillanatig éri el ez a hőmérséklet érték 10.000 évenként egyszer. Itt is érdemes lenne egyfajta tartóság jellemzőket is szerepeltetni, tehát mondjuk a egy hetes átlagos maximális középhőmérséklet is mondjuk egy elég érdekes adat lehet. Itt a csapadéknál ezt elég könnyen meg lehetett fogni, hogy különböző időintervallumokra nézett intenzitásokat néztünk. A villámcsapás nem igazán jellemezhető egy adott konkrét paraméterrel, mennyiséggel, emiatt ott egy alternatív megközelítést alkalmazunk, ott a szabványnak való megfelelés, illetve meg nem felelés, illetve a szabványnak való megfelelés, az különböző valószínűségeket lehet rendelni, és az alapján lehetséges a veszélyeztetettséget elemezni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet.